Köszöntöm nézőinket, Bonyhádi Napló című műsorunkat látják. Tartsanak velünk! Soron következő ülését tartotta Bonyhád város képviselőtestülete. Döntés született a sportegyesületek idei évi támogatási keretének felosztásáról. Szőlő és bor régen és ma címet viselte a németest. A sportcentrum irányítását továbbra is a régi igazgató végzi. Bonyhád város képviselőtestülete legutóbbi ülése alkalmával 27 napi rendi pontot tárgyalt, ezek közül kettőt zárt ülésen vitattak meg a képviselők. Az ülésen több helyi szervezet számolt be 2022-es munkájáról, de az egyesületek, szervezetek támogatási keretének 2023. évi felosztása is a napi rendi pontok között szerepelt. Beszámolók sorát hallgatta meg Bonyhád város képviselőtestülete legutóbbi ülése alkalmával. A képviselőtestület március 29-i ülésén számos napirendi pontot tárgyalt meg, szám szerint 27-et, köztük nyílt ülésen 25-öt, amelynek döntő részében tájékoztatók és beszámolók voltak napirenden, részben a város tulajdonában lévő cégeinek a beszámolói, részben pedig intézményi beszámolókat és tájékoztatókat hallhattunk. Talán a legfontosabb napi rend ezek közül, hogyha egyet kiemelhetek, bár mindegyik intézményünk és minden cégünk egyformán fontos az önkormányzat számára, sőt vannak olyan szervezetek, amelyek nem is önkormányzati fenntartásúak, de mégis tájékoztatási kötelezettségük van a város felé, ilyen például a rendőrkapitányság, az ő beszámolójukra is sor került. Fontosnak tartom elmondani, hogy minden évben megtiszteli a képviselőtestület ülésünket Tolna megye rendőrfőkapitánya, és miután új kapitányságvezetőnk van, Megyeri Zsolt személyében, aki még nincs egy éve, hogy betölti a kapitányságvezetői tisztet, ezért mindketten részt vettek az ülésen, és tájékoztatták a tiszteletestületet. Arról a tényről egyébként, amit bizony benne, hogy a bonyhádiak is éreznek, hogy az úgynevezett, így szoktunk fogalmazni, szubjektív biztonságérzet, az jó a városban, és ennek a fenntartásán dolgozunk közösen a továbbiakban is. Hagyományosan jónak mondható a két szervezet közötti együttműködés, bízom benne, hogy ez így lesz a jövőben is. De beszámolási kötelezettsége van, mint ahogy említettem, az intézményeknek is, illetve a cégeinek is. Ezen kívül fontos napirendi pont volt még a civil keretnek a felosztása. Ugye a költségvetési rendeletünkben már meghatároztuk azt a keretösszeget, amelyet a civil szervezetek támogatására fordítottunk 2023-ban, ez februárban megtörtént. A következő lépés az volt, hogy pályázatot írtunk ki számukra, és ennek a nyílt pályázatnak az elbírálására került sor a március 29-i testületi ülésen. 6 millió forint sorsáról döntöttek ezúttal a képviselők. Pályázatot követően tudtunk erről dönteni, hiszen a pályázatokra, vagy a felhívásra számos pályázat érkezett. 24 érvényes és eredményes pályázatnak a döntéséről határozhattunk a testületi ülésen, és egy intézményünk, a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ, ahol ugyan nem bejegyzett civil szervezetek működnek, hanem inkább szakkörök, klubok, amelyek hagyományosan évtizedek óta gazdagítják a város életét, ezért őnekik külön szerződéseket nem adhatunk is azzal együtt támogatást, de az intézményen keresztül igen. Ez a 6 millió forint felosztása megtörtént, nincs olyan pályázó, akit ne támogattunk volna, de azt is fontosnak tartom elmondani, hogy pályázaton kívül konkrétan 3 civil szervezetnek egyedi támogatást adtunk az idei évben, összesen 10 millió forint értékben, ilyen az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőr Egyesület és az Összefogás Közhasznon Alapítvány által fenntartott Együtt Egymásért Nappal intézménynek a működésére 3 millió forintot, illetve 3 és 4-et, tehát összesen 10 millió forintot döntöttünk el. Ezzel együtt összesen ebben az évben 16 millió forint jut a civil szervezetek támogatására a városban. A szervezetek alapvetően a működésükhöz igényeltek anyagi forrást. Azért nagyon sok program megvalósítása is szerepelt a pályázati anyagukban. Egyet-egyet, ha kiemelhetek, van olyan civil szervezetünk, én amikor olvastam a pályázatot, meg is döbbentem, hogy úristen, eltelt már ennyi idő. Például az Art Contact Egyesület, akik a táncosainkat, a modern táncosokat gyűjtik egy csokorba, ők egy 20 éves jubileumra készülnek az idén, és így belegondolok, hogy a kezdetek, az kezdeti lépéseknél is ott voltam, és az első megalakulás óta ismerem a szervezet működését, megdöbbentő volt szembesülni vele, hogy már eltelt közben 20 év, de vannak különböző utazási programok,
a találkozás öröme, tehát mindenféle nagyon vegyes, de éppen ezért színes és gazdag ez az élet, mert ahány egyesület annyiféle programmal. A keretösszeg felosztására javaslatot hagyományosan a bizottsági elnökökből és az alpolgármesterekből álló atokbizottság tesz a testületnek, amelyről általában vita nélkül dönt a testület, ez így történt most is. Én nem vagyok része ennek a bizottságnak, de azért a munkájukat figyelemmel kísérem. Mindig szempont az, hogy valaki először pályázik, vagy milyen olyan rendezvényt szeretne megvalósítani, vagy mekkora tömegeket vonz, mekkora milyen széles rétegeket tud megszólítani egy-egy program kapcsán, mennyire viszik a városunk jóhírét akár a város határain túlra is ezek az egyesületek. Úgyhogy nagyon sok szempont van, és igyekeznek ezeket mind figyelembe venni. Számít az is, hogy mondjuk az előző évben mekkora támogatást kapott. Azért ne felejtsük el, hogy mégis csak egy olyan időszakot élünk, ami nagyon sokféle problémával és válságos helyzettel küzd, így az önkormányzat is. Én mégis örülök annak, és büszke vagyok rá, hogy meg tudtuk tartani azt a nagyságrendet, amit a civilek támogatására tudunk fordítani. Ezért nem az az év, amikor többet tudunk adni egy-egy szervezetek, de a szinten tudjuk tartani, és ez így történt, és az előző évi támogatásokhoz hasonló mértékű támogatásokban részesülhettek a szervezeteink. Szerintem ebben az időszakban ez jónak mondható. Bonyhádváros képviselőtestülete a sportegyesületek idejévi támogatási keretének felosztásáról is döntött a március 29-i ülés alkalmával. A település 2023. évi költségvetésében 30 millió forintot különítettek el a sportszervezetek támogatására. Bonyhádváros önkormányzatának képviselőtestülete februárban döntött arról, hogy 30 millió forintos keretet biztosít a sportszervezetek támogatására. Kiírtuk a pályázatot az egyesületek számára, és a pályázat lezártával 13 pályázat érkezett, 13 egyesület pályázott, mind a 13 pályázat érvényes volt, meg kellett felelni bizonyos feltételeknek, többek között ilyeneknek, hogy el kellett számolni a tavalyi támogatott összeggel, köztartozásuk nem lehetett az egyesületeknek, cégbíróságnál bejegyzett egyesületnek kellett lenni, illetve bonyhádi székhelyű egyesület pályázhatott csak. A pályázatok zárásaként összegeztük, átnéztük a pályázatokat, majd elkészült az önkormányzat részéről az előterjesztés a testületi ülésre. Először a Humán Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a felosztást. Mind a Humán Bizottság, mind a képviselőtestület egyhangulag támogatta a keretösszeg felosztását. A 30 millió forintos keretből 28 millió 150 ezer forint került felosztásra. 5 olyan egyesület van, amelyik több milliós támogatást kapott. 6 egyesületünk 600 ezer és 1 millió forint közötti támogatásban részesült, és mindösszesen 2 olyan egyesület van, aki 500 ezer forint alatti támogatásban részesül. Ahogy ebből látszik, hogy a 30 millió forint nem lett teljesen elköltve, nem lett felosztva, tehát képeztünk egy 1 millió 850 ezer forintos tartalékkeretet. Erre a tartalékkeretre a testületi ülés sem még ennél a napirendnél. A polgármester asszony tett javaslatot, hogy mire tudnánk hasznosítani ezt az összeget. Köztudott az, hogy ez évben augusztus közepén Magyarország ad otthont az atlétikai világbajnokságra. Ez az atlétikai világbajnokság, ha a világ eseményeit nézzük, ez a harmadik legnépesebb esemény az olimpia labdarúgó világbajnokság után, tehát ez egy nagyon örvendetes dolog, hogy Magyarország, illetve Budapest ad ennek otthont. Szeretnénk, mert rendelkezünk egy nagyon szép labdarúgó és atlétikai pályával, hogy hát ha a külföldi versenyzők, illetve magyar versenyzők a világbajnokság előtt felvennék Bonyháddal a kapcsolatot, és esetleg edzőtáborként meglátogatnának bennünket, és ezt a keretet polgármester javaslatára a sportcentrumhez kerülne ez az összeg, és atlétikai eszközök lennének belőle vásárolva, hogy az ide érkező sportolók teljes megelégedettséggel készülhessenek akkor az atlétikai világbajnokságra. Összegezve igazából én úgy gondolom, hogy ez a 30 millió forintos összeg, ez egy nagyon szép összeg,
tudni kell, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok jelen esetben. Meg tudtuk őrizni ezt az összeget, tavaly is ez az összeg szerepelt. Nagyban bízom abban, hogy ezzel hozzájárulunk az egyesületek működéséhez, pénzügyi stabilitásukhoz. Én kívánom az egyesületeknek, hogy eredményes sikerekben gazdag évük legyen, és szeretném megköszönni egyben a támogatóknak, szponzoroknak, edzőknek, vezetőknek, és nem utolsó a sportolóknak is, hogy sportolnak, edzenek, és ezt Bonyhád színeiben teszik. Az idei sportkeret megegyezik a 2022-ben erre a célra szánt összeggel. Ugyanazok az egyesületek pályáztak egy kivételével, tavaly 14 pályázó volt, idén 13. Nagy változás az egyesületek munkájában, eredményességében, létszámban nem volt, tehát ezáltal a tavalyi bázis összeget vettük kiindulásnak, és kismértékben volt csak eltérés a 22-ben adott támogatási összeg és a 23-as most adott támogatási összeg között. A csapatsportágak pici prioritást élveznek, mert hatalmas távolság, tehát utazásköltség, tehát a működést nézzük meg, hogy mennyibe kerül elsősorban a működésük, az utaztatás, versenyeztetés, versenydíjak, és ezt még lehetne sorolni tovább. Nyilván a létszám úgy szintén, és hány csapatot, tehát hány csapatot működtetnek. Ahány csapat, annyiszor be kell szorozni ezeket az összegeket. Egyéni sportágban általában kisebb a támogatási összeg. Szőlő és bor régen és ma, ezt a címet viselte a Bonyhádi Német Önkormányzat legutóbbi rendezvénye. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ előterében zajló előadás alkalmával arról is tájékozódhattak az érdeklődők, hogy melyek azok a szőlőfajták, melyek kimondottan a német vidékre, akár a testvértelepülések területeire jellemzők. A jó hangulatú estet egy borkóstolós kötetlen beszélgetés zárta. A Bonyhádi Német Önkormányzat a szőlészet és borászkodás iránt érdeklődőket várta egy előadással a Város Művelődési Házába. A szőlő és bor régen is ma címet viselte Hevér László előadása. A szőlő és a bor mindig meghatározó része volt az itt élő embereknek, Tolnában, Baranyában és egész Magyarország területén. Régen nagyon máshogy készítettünk bort, és megpróbálunk egy kicsit felidézni olyan borkészítési technikákat és eljárásokat, olyan borszőlőfaj, amelyek már teljesen kivesztek a köztudatból, és alig ismertek, és hogy a mai technológia hol tart ehhez képest, ezt is megpróbálom bemutatni. De azt is el fogom mondani, hogy a mai borkészítési gyakorlat egy kicsit ilyen nosztalgiázó, kicsit révedező, modernizáló, de révedező technológia, tehát vissza-vissza kacsintunk a régmúlt technológiákhoz, és van úgy, hogy rádöbbenünk, hogy a világ másik felén úgy csinálnak ma a bort nagyon modern technikával, ahogy mi évszázadokkal ezelőtt készítettünk. És az előadás utolsó részében pedig azt próbálnám megmutatni, mi a jövő borkészítése, olyan módszereket és olyan fajtákat, technológiákat, amelyekre remélem, hogy nagyon sokan rá fognak csodálkozni. Az előadás arra is rávilágított, hogy a szőlőtermesztési és borkészítési technikák nemzetiségenként változók lehetnek. Különbség ma is megfigyelhető. Magyarországon elsősorban a németeknek köszönhetően terjed el a minőségi vörös borkészítés és a kék szőlőfajták. Noha ők biztos, hogy Németországban akkor, amikor ide telepítették őket, nem készítettek olyan minőségi vörös borokat, hiszen nem érett be a szőlő, nem volt rá lehetőségük. Ma a borkészítés határa észak felé húzódik, a skandinávok kezdenek szőlőt telepíteni, és hát nyilván minden nemzet rá fogja jó értelemben nyomni a bélyegét a saját borának a készítésére, ahogy ma egy olasz bor eltér egy magyar bortól, úgy egy magyar bor is el fog térni majd egy jövőbeli holland vagy skandináv bortól. Nagyon más technológiai színvonalon van a két nemzetnek a borászkodása. Magyarországon sajnos nincsenek például óriási gépgyártó cégek és olyan segédanyagokat, adalékanyagokat előállító vállalkozások, vállalatok, amelyek Németországban megvannak, tehát ők nagyon nagy utat engednek a kísérletezésnek és technológiai vívmányokat kezdenek beépíteni a borászati technológiába, vagy a szőlőművelésbe. Ettől mi nagyon messze vagyunk. Mi már alkalmazzuk azt a tudást, amit ők kitapostak, de ők mindig előrébb járnak néhány lábnyommal, ha lehet így fogalmazni. Emellett persze nem kell azt mondani, hogy a magyar borok rosszak lennének, megállják a helyüket nemzetközi színvonalon is, de egyrészt volumenben, mennyiségben, másrészt a technológia fejlettségében el vagyunk maradva. Nyugat-Európától és így Németországtól is. Változik a klíma,
ránk, egy klímaváltozás elején tartunk talán. A 70-es években íródott könyvek azt mondják, Magyarország a szőlőtermesztés északi határán húzódik. Hát ez ma már egyáltalán nem igaz. Pont a közepén húzódunk, tehát a déli borvidékeink, Villány, Pécsi borvidék már szenved a klímaváltozástól, a hőségektől az aszályos évjáratokat az egész ország látja, és az északra termő területek abszolút beérik az összes szőlő. Németország északi részein még mindig nem érik be minden szőlőfajta, tehát odáig még el kell, hogy érjen a klímaváltozás, de ezt nem kívánjuk senkinek igazából. Bonyád városának németországi testvértelepülésein is foglalkoznak bortermeléssel. Hohheim am Main, hát a rajnai borútnak egy állomása, és valaha a Mumnak volt a központja, a Mumpesgő forgalmazóknak, de egy nagyon régi, tradicionális családokból álló szövetség van abba a városba, és egy múzeum. Ez a múzeum arról nevezetes, hogy egy partnervárosi látogatás keretén belül ott tartott bonyhádi bor ismertetőt Ónodi Szabolcs, és elkápráztatta az ottani borászokat, hogy a múzeumi tárgyakat hogyan ismeri, és hogy tudja, hogy mire is használták ezeket régen. Gyakran találkoztunk mi ezzel a várossal, gyakori cserék voltak, és a legtöbb alkalommal a Weinkönigint, a borkirálynőt is elhozták udvartartásával a partnervárosi programokra. Büszkék voltak arra, hogy milyen jó boraik vannak, milyen híresek, és ezzel reklámozták. Volt olyan német-magyar borverseny itt az Arany Oroszlánba, amikor még üzemelt, hogy hát nagy nehézségek árán közös nevezőre lehetett hozni a borbírálati szempontokat. Képzeljék el, kemény nyakú magyar borászok a német mentalitású borászokkal 1,5-2 órát vitatkoztak a szempontokon, és aztán volt a bírálat. Az egyik borversenyen résztvevőnek ajándékoztuk oda azokat a vesszőket, amiket hoztak, és ő elültette a szőlőjéből. Később egy meglepetés ért engem, amikor itt járt egy kisebb csoport, nem is hivatalos látogatáson, hanem mert szerették Magyarországot, és élvezték azokat a helyeket, ahol együtt jártunk, visszajöttek, és egy alkalommal hoztak nekem is 4 szőlővesszőt. Ezt a szüleim udvarán, Lugasánál elültettem, és azóta is megvan. Most ugyan áttelepítettem Bonyhádra, és amikor jöttek egy-egy látogatásra, akkor ebből a szőlőből is kínáltuk őket. A mi borainkat nagyon kedvelték, például Hohheim am Mainba rendszeresen vittek Bonyhádról bort, és a különböző rendezvények alkalmával azt eladták, és az egyesületeiket így tudták fönntartani, ez volt az egyik bevételük. De nem csak bort, hanem a paprikától a töltelék áruig mindenfélét vittek innen, annyira megkedvelték ezen a környéken produkált termékeket. A rendezvény zárásaként sós aprós üteményekkel és borkóstolóval kedveskedett a megjelenteknek a német önkormányzat. A bonyhádi képviselőtestület döntött a Bonyhádi Sportcentrum igazgatói állására benyújtott pályázatról. Az intézmény vezetői állást 2023. május 1-től 5 éves határozott időtartamra 2028. április 30-áig írta ki a város. A sportlétesítményt az eddigi igazgató Köllő Roland irányítja tovább. Újabb 5 éves ciklusra kapott bizalmat munkája folytatására a Bonyhádi Sportcentrum igazgatója, Köllő Roland. Nagyon sok tervünk van. Megfogalmaztam én már a beszámolomban minden évben, hogy mit szeretnénk csinálni a következő évben, illetve a pályázati anyagban is le van írva, hogy milyen lehetőségei vannak a jelenlegi helyzetben a sportcentrumnak, illetve az önkormányzatnak további sportinfrastruktúra fejlesztésre. De mégis örömteli az, hogy az elmúlt 5 év az úgy repült el, hogy gyakorlatilag észre sem vettük, mert
mert olyan fejlesztések valósultak meg itt a városban, hogy ez gyakorlatilag egy álomszerű. És nyilván, hogyha nem történt volna semmi, akkor unatkozva ültünk volna az irodába, és vártuk volna az 5 évnek a lejártát, de így tényleg ezt sem tudom mondani, hogy milyen gyorsan elment ez az elmúlt időszak. Hatalmas fejlesztéseken vagyunk túl. Nem vagyok egy pesszimista alkat, de nem hinném, hogy a következő 5 évben is hasonlókat tudunk csinálni. De én azt gondolom, hogy bonyhádi sportinfrastruktúra jelenleg nagyon rendben van. Amikor 2018-ban az önkormányzat létrehozta a Bonyhádi Sportcentrum nevű intézményt, akkor pont az volt az apropója az egésznek, hogy ismét egy kézbe összpontosuljon a sport, a szabadidő, eltöltés, a táboroztatás, és a Bonyhádi Sportcsarnoknak az épületének az elkészülte volt az, ami végül is arra inspirálta a döntéshozókat, hogy megalakítsák ezt az intézményt, és szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt, mert ezen kereteken belül hatalmas fejlesztések történtek. Hogyha időrendben megyek tovább, akkor gyakorlatilag megépült a Percel pihenőpark a város szívében, ami gyakorlatilag egy kis családi pihenőparknak is lehet nevezni, az intézmény keretein belül valósult meg. A várajai tábor 2018-tól 2022-ig szintén teljesen megújult, és már csak egy nagyon pici rész van vissza a felújításból. Mindenki tudja, hogy a Bonyhádi sportpálya, illetve az ehhez kapcsolódó Percel kúria is milyen színvonalat képvisel jelenleg, és azt kell, hogy mondani, hogy a másik két kültéri sportpályánk is, a Börzsönyi és a Majosi is folyamatosan fejlődik az önkormányzat, az egyesület, illetve a különböző pályázati lehetőségeken keresztül. A sportcentrumban aktív élet folyik, ennek koordinálásán felül egyéb feladatokat is ellát az intézmény. Gyakorlatilag most már ugye szállásai értékesítők is vagyunk. A várajai ifjúsági tábor, bakancsos házak, illetve a Percel kúria révén szálláshelyet is értékesítünk. Azt kell mondjam, hogy nem unatkozunk. Ugye egyszer sportot szervezünk, egyszer nyári tábort szabadidő eltöltéssel, vagy esetleg mozdulybonyhát programsorozatot a gyerekeknek szintén nyári szünidei időszakban. A következő pedig gyakorlatilag azt kell, hogy mondani, hogy minden napra van valami teendőnk, és hál' Istennek olyan csapatban dolgozom, vagy olyan csapat vesz körül, akik hajlamosak arra, hogy tenni is szeretnének ezért a városért. Az amatőr csapatoknak is kimondottan szoktunk ügyes labdarúgó tornákat rendezni, mert a profinak számító játékosoknak megvan a lehetőségük arra, hogy a jól bevált és ismert hagyományos teremtornákon részt vegyenek. Az utóbbi 2 évben kezdtünk el kimondottan az amatőr sportolóknak is szervezni labdarúgó tornákat, ilyen például a március 15-a kupa, nem 2-3 héttel ezelőtt volt, az október 23-án is szervezünk ilyet, és gyakorlatilag öregfiú tornákat is elkezdtünk szervezni. Mindig van élet, hol a kosárlabda egyesület mérkőzéseit láthatják a sportszerető nézők, hol asztali teniszbajnoki van. A helyiek örömmel térnek be a sportlétesítménybe. Látják az emberek, hogy tetrekészek vagyunk, szeretünk dolgozni, és tényleg mindent azért teszünk, hogy a gyerekek, a családok jól érezzék magukat azok az intézményekben, amiket mi üzemeltetünk. Nagyon komoly terveink vannak egyébként, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha még megvalósul az, amit tervezünk, akkor igazi földi sportos paradicsom lesz a Bonyhád. Nem, gyakorlatilag ugye az egyesületek továbbfejlesztik a kis telephelyeiket, és nekünk is vannak olyan merész álmaink, amivel még akár több 100 millió forint értékben is tudunk infrastruktúrát fejleszteni. És ismerve az intézmény dolgozóit, polgármester asszonynak a habitusát, illetve a képviselőtestületnek a támogató hozzáállását, nagyon pozitívan állunk az következő 5 évvel is. Ugye a várajai ifjúsági táborban van még 2,5 ház gyakorlatilag, amit meg kell csinálni. Ugye a jelenlegi gazdasági környezet az nem biztos, hogy arra enged következtetni, hogy ez könnyen fog menni. Mert ugye az energiaáraknak a fedezése az most azért borít minden dolgot, még a városi szinten is.
de az mindenképpen be kell fejezni, szeretnénk kosárligetet is Bonyhádra hozni, annak az optimális helyszínének a kiválasztása is még van, kiválasztásában is van még egy-két kérdőjel. Az energiárak elszabadulása a sportcentrum számára is komoly fejtörést okozott. Próbálunk nagyon racionálisan működni. Szerintem a sportcentrum telephelyére eddig is jellemző volt, hogy nagyon figyeltünk arra, hogy ezt úgy oldjuk meg, hogy a sportot kedvelők, használók, az intézményeket vagy a telephelyeket használók ezt ne vegyék észre. A következő évek legfontosabb feladata továbbra is az, hogy a legmagasabb szinten szolgálja ki a helyiek és környékbeliek igényeit. Önök Bonyhádi Napló című műsorunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!